1992-ben szervezték meg először Sepsiszentgyörgy városünnepét, a Szentgyörgy napokat. A koronavírus okozta kényszerszünet miatt csak idén kerül sor a jubileumi 30. kiadására. Vasárnap este Antal Árpád polgármester beszédével hivatalosan is kezdetét vette a programsorozat, amely április 30-áig tart. Készülnek a zenészek és az énekesek, a nézők is szép számmal érkeznek a 30. Szentgyörgy napok megnyitójára, a Sepsi Arénába. A jubileumi városünnepet idén Giuseppe Verdi requiemével indították, a csaknem 200 közreműködő teltházas közönségnek adta elő a nagyszabású művet. A mi városunk az otthonom, a közösségünk otthona. Itt melegség, a valahová tartozás megnyugtató érzése vesz körül. Kezdte Sepsiszentgyörgy polgármestere megnyitó beszédét. Hogy biztonságban szabadon élhetünk, az, ismerve a világ történéseit, hatalmas dolog, tette hozzá. A 30. Szentgyörgy napok idén a nosztalgia jegyében zajlanak, 40 helyszínen 166 programpont várja az érdeklődőket. Ebből a legelső Verdi requiemje, mely eredetileg egyházi szertartás részeként készült, de grandiózussága és hatalmas apparátus igénye miatt hamar kinőtte kereteit. Székelyföldön először adták elő. Vokálszimfonikus műfajnak a teteje. Az olasz részről, mert ugye van a német rész is, tehát Bachnak a pasiói, de az olasz részről ennek a melodikussága, a drámaisága, a dinamikai végletek, tehát a minimálistól a leghangosabbig, ez mindent bejár, és olyan érzéseket vált ki az emberben, amitől neki egy maradandó élménye lesz. A kulturális hét kínálatában szerepel még cirkusztánszínházi produkció, számos színházi és bábszínházi előadás, de az április 28 és 30-ai közötti hétvégén a tényleges Szentgyörgy napokon is számos program és könnyű zenei koncert várja majd az érdeklődőket. A 30. Szentgyörgy napok a nosztalgia nevében zajlanak, és ez nem csak azért, mert visszahívunk régi együtteseket, akik ezelőtt 20 évvel is felléptek, és olyan a tombola is, hogy fog meg vidd el mindezelőtt 30 esztendővel, olyan gyerekjátékok lesznek a gyermekvárosban, mint a nagyapád, amivel nagyapád játszott, nem lesz semmi elektronikus kütyű, nem lesz telefon, nem lesz mobiltelefon, nem tudom, lesznek-e elvonási tünetei a gyerekeknek, de majd meglátjuk, és természetesen marad azért a mostani bevált struktúra. A nyitányra egész Erdélyből, sőt Magyarországról is érkeztek művészek, a sepsiszentgyörgyi szólisták pedig brassói és budapesti operai énekesekkel együtt álltak a színpadra. A szervezők azt várják, hogy a rendezvénysorozaton sem csak a sepsiszentgyörgyiek vesznek részt, hanem érkeznek majd vendégek Erdélyből és külföldről is.